tessék! Nekünk azt kell bebizonyítani, hogy olyan sorozatot, olyan alkotást tudunk létrehozni, ami filmtechnikailag, dramaturgiailag, színészi munkában, látványban, mindenben gyakorlatilag tökéletes a magyar néző számára. Nekünk ez a lehetőség most adott volt. Mi ezt most megcsináljuk. Az Erdély tematika miatt volt fontos, de nem azért, mert én egy erdélyi születésű ember vagyok, hanem azért, mert Erdély az egy annyira izgalmas történelme van, annyira mesés történelme van. Ha kimondjuk azt, hogy Erdély, akkor egyébként világszerte ismerik, legendák kötődnek hozzá, misztikumok kötődnek hozzá, sztorik kötődnek hozzá. Tehát mindenképpen lehetett tudni, hogy ez egy olyan filmes alap, ami, hogyha történelmi sorozatba vágunk, akkor szerintem ez a legjobb, amit meg lehet filmesíteni. Amikor Móriczhoz nyúltunk, akkor azt kell mondjam, hogy Móricz Zsigmondnak ez a trilógiája, mivel nagyon-nagyon jól írta meg, ez egy brand. Amit hasznosnak ítéltünk belőle, azt átemeltünk, meg azt az ívet megtartottuk. De amikor elkezdtük ezt gyártani, és amikor leültem először az Istivel, és elmondtam, hogy van egy vízióm erről, és az én vízióm az egy stílustörés, tehát hogy Móricztól ugaszkodjunk el, és nem is azt mondom, hogy ne korhűek legyünk, mert nem az a lényeg, hogy korhűek vagyunk-e vagy sem, hanem az, hogy ennek a sorozatnak van egy saját víziója, hogy mit akar megmutatni, milyen akar lenni, és olyan terekbe fogunk forgatni, ami nem lesz korhű, de fogjuk tudni, hogy az időben valahol vagyunk. Megnéztük az akkori magyar ruházatot. Attól is eltértünk, azért mert nem biztos, hogy ez a nézői szemnek érdekes. Azért egy mozi mindig a nézőnek készül, és mindig az a lényeg, hogy a néző utána mivel áll föl. Kell, szeresse, kell, élvezze, és ennek kell legyen egy eszköztára, egy kelléktára, a helyszín, a színész, a jelmez, a látvány. És mi ezt kell szolgáljuk, ezt a nézői igényt kell kiszolgáljuk. Amikor a forgatókönyveket fejlesztettük 2019-ben, akkor csináltunk rá egy castingot, pontosan azért, hogy lássuk azt, hogy vajon ki mit tudna eljátszani, hogyan hangoznak ezek a mondatok, főleg egy történelmi sorozatban, ahol nem mindegy az, hogy modernizálunk egy nyelvet, nem modernizálunk, amikor egy színésszel valamit kimondatunk, onnantól kezdve lehet ezt a forgatókönyvet véglegesíteni. Tehát egy casting ilyenkor a forgatókönyvnek is a próbája. Egy sorozatnál, a színészeknél szerintem van egy olyan könnyebbség, hogy nem kell csak ismert színészekkel dolgozni. Mert míg egy nagyjátékfilmnél bevonza a színész neve mondjuk a néző, addig egy sorozatnál van ideje a nézőnek egy ismeretlen színészbe, egy karakterbe beleszeretni. Tehát a második epizódban már szereti, a harmadikban már imádja, a negyedikben már miatta nézi. Tehát ez is megengedhető. Mindenképpen az volt a lényeg, hogy létrehozzunk egy olyan mixet, hogy vannak a felfedezetjeink, vannak az erdélyi színészeink, vannak a nagyon ismert színészeink. És akkor ezekből a pakkokból hoztuk mi így össze azt, hogyha van 72 színész, akkor hogyan castingoljuk őket. Ennek a sorozatnak a végkifejlete szerintem a szó pozitív értelmében nagyon vegyes, úgy értem, hogy meghatódunk, vagy meghökkenünk, tehát ad egy borzasztó nagy gyomrost, és egyébként mivel annyira sok konfliktust nézünk végig, annyira sok szerelmet, halált, rombolást, szenvedélyt, veszteséget látunk mindvégig, és a sorozat legvégén kapunk egy feloldozást, veszünk egy levegőt tulajdonképpen az egész után, és ahhoz, hogy ezt a levegőt ezt jó mélyen be tudjuk szívni, ahhoz szükségünk lesz egy második évadra is.